Hát itt vagyunk, megszületett a kisbabánk, méghozzá otthon. Sziasztok, itt Karen, nagyon fura most így köszönni, szóval szia, itt Karen, és üdvözöllek a csatornámon. A legutóbbi videó, amit láttál, bár így időben nem sokkal ezelőtt a videó előtt ment ki, a valóságban elég sok időt eltelt a két videó közt, nagyjából 6 hét, ugyanis 6 hete megszületett a kisbabánk Nathan. Ahogy az előző videó elejére is kiírtam, aznap, amikor felvettem azt a videót, amiben ugye a harmadik trimeszterről mesélek, aznap még egy csomó mindent csináltunk, tökre aktív napunk volt, este lefeküdtünk, még nem éreztem semmit, és hajnali 2-kor megindult a vajúdás. Szóval tényleg az utolsó pillanatban tudtam felvenni ezt a harmadik trimeszterről beszámolós témát, és ahogy mondtam, 2-kor ugye megindult a vajúdás, ami 30 órán át tartott, és aminek a végén megérkezett erre a világra a kisfiunk. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy beszéljek erről egyáltalán nyilvánosan, hogy otthon született a babánk, mert hogy ez a terv egyébként már meglehetősen korán fogalmazódott meg bennünk, hogy ezt így szeretnénk, viszont tekintve, hogy nem ez a mainstream szülési mód, azért meglehetősen sokan tájékozatlanságból is, vagy szimplán előítéletből, vagy mert nem szimpatikus nekik, ítélkezően tudnak hozzáállni az otthonszüléshez. Viszont volt bennem egy olyan érzés a szülés után, hogy igenis erről szeretnék beszélni, mert ez egy annyira fantasztikus élmény volt, és annyira sok nehéz és fájdalmakkal teli szülésélményt hallani, hogy nagyon szeretném, hogyha egy ilyen is kint lenne az éterben. És akkor Instán írtam erről, 4 posztban írtam az otthonszülés történetéről, és rengeteg reakció érkezett, és nagyon sokan említették azt, hogy nem is tudták, hogy van egy ilyen lehetőség, vagy ha tudták is, nem igazán tudták, hogy mit jelent ez, hogy otthon szülni. Úgy voltam vele, hogy van értelme annak, hogy erről beszéljek, és összeszedtem magam, és elhatároztam, hogy akkor ez videós formátumban is meg fog valósulni. De erre persze azért szerettem volna egy kicsit többet várni, azért is most tulajdonképpen a gyermekágyat azt teljesen meghagytam, pihenésnek, felépülésnek kellett is ez az időszak, erről is beszélek majd egy kicsit, egy külön videóban, mert hogy ez egy abszolút külön téma, más élmény is, mint amilyen a szülés volt. Most viszont azért vagyunk itt, hogy az otthon szülésről legyen szó. Kezdjük azzal, hogy legális, csak mert volt, akiben felmerült, hogy ez egyébként legális-e. Megvannak a törvényi keretei, rendelet szabályozza Magyarországon az otthonszülést, és ez a rendelet meglehetősen elég alaposan szabályozza. Szóval, hogy ahhoz, hogy valaki otthon szülhessen, nagyon sok feltételnek kell megfelelnie, ugyanúgy orvosi vizsgálat és orvosi jóváhagyás is kell tulajdonképpen ahhoz, hogy valaki otthon szülhessen. Egy csomó része van, ahol el lehet bukni, és akkor itt egyből rá is térnék a saját tapasztalatomra, hogy én azt, hogy otthon szeretnék szülni, már a várandóság legelején elhatároztam. Nem tudtam erről az opcióról egyáltalán, amikor a pozitív tesztet megláttuk. A következő napokban, hetekben kezdtem el utána nézni, hogy milyen lehetőségeim vannak, és engem személyesen a kórházi szülés nem igazán vonzott, mert én féltem a beavatkozásoktól, és attól, hogy szükségtelen beavatkozások történnének, amikre adott esetben ott abban a szituban nem tudok, vagy nem bírok nemet mondani, mert hogy annyira kiszolgáltatott pozícióban vagyok, illetve hogy Ricsit sem szerettem volna ilyen védőbástya szerepbe helyezni, hanem nagyon szerettem volna, hogyha ezt közösen tudjuk megélni, úgyhogy mind a ketten el tudjuk magunkat engedni, és biztonságban érezzük magunkat. Szóval, ahogy elkezdtem utána nézni, akkor egyrésztről láttam, hogy ugye opció az állami kórházban való szülés, a másik a magánkórházban való szülés, aminek anyagi vonzata van még hozzá nem kevés, és a harmadik, ahogy megtaláltam, ez az otthonszülés, amit szintén nem fed ez a TB, tehát van anyagi vonzata, de azért nem lehet összehasonlítani a magánkórházban, a magánkórházat, ezt nem tudom, hogy akartam befejezni ezt a mondatot, a magánkórházzal. És először úgy voltam vele, hogy jó, létezik ez az otthonszülés, ez nem az én kenyerem lesz, és valahogy így keresgéltem tovább, de aztán benne ragadt a fejemben ez a gondolat, hogy mégiscsak talán ez lesz az én utam, lehet, hogy jobban utána kéne nézni. És először nem voltam meggyőzve, sőt, nagyon sokáig nem voltam 100%-ig biztos abban, hogy ez menni fog, sikerülni fog, és pont amiatt egyébként, mert hogy olyan sok ponton lehet elbukni az otthonszülésben, hogy az egész várandóság alatt van egy csomó ilyen checkpoint, ahol vagy átmész, és akkor még mindig van esélyed az otthonszülésre, vagy pedig olyan eredményed lesz,
vagy bármi olyan info kerül tudomásra, vagy rossz helyen laksz, bármi ilyesmi, ami miatt kiesel ebből a lehetőségből. Ugyanis nem csak egészségügyi feltételei vannak az otthonszülésnek, hanem például a kórháztól való távolság is megvan adva, épp azért, hogy biztonságos legyen ez az alternatíva, maximum 20 percen belül kell lakni a kórháztól. De hogyha érdekel, akkor egyébként utána tudsz még nézni, hogy mik azok a dolgok, amiknek még meg kell felelni, tehát egy alacsony rizikójú várandóságnak kell lennie, egy egészséges kismamának és egy egészséges babának. Mindemellett is az otthon szülés lehet, hogy elindul otthon, de nem biztos, hogy be is fejeződik otthon. Mert hogy a vajódás közben is lehet olyan elakadás, vagy léphet fel olyan körülmény, ami azt indokolja, hogy igenis orvosi segítségre van szükség, és mentőt kell hívni, és azonnal a kórházba kell menni. Úgyhogy mindezeknek a tudatában én nagyon-nagyon sokáig nem engedtem magam 100%-osan beleélni abba, hogy ez sikerülni fog, és hogy ténylegesen otthon fogom tudni világra hozni a gyermekünket. És amikor azt mondom, hogy nagyon sokáig, akkor az ér szó szerint, mert hogy még konkrétan addig, amíg meg nem indult a vajudás, egész addig úgy voltam vele, hogy Karen, ne légy csalódott, hogyha végül kórházba kell menni. Szóval egész végig ott tartottam a fejemben, hogy nem biztos, hogy sikerülni fog, hálás leszek, és nagyon-nagyon boldog leszek, ha igen, de nem szabad elbízni magamat, hogy ne legyen csalódás, vagy hogy ne éljen meg esetleg kudarcnak azt, hogyha végül ez nem jön össze. Mert hogy még időbeli határa is van az otthonszülésnek, hogy a terhesség hányadik hetétől meddig lehet otthon szülni, és ez a 37. héttől a 41. hétig van, szóval, hogyha az előtt vagy azután érkezik a baba, és itt inkább az első szülőknél az azután szokott a rizikó lenni, hogy kicsúszunk az időből, akkor automatikusan kórházba kell menni. És hogy egy kicsit megmagyarázzam, hogy miért éreztem én az otthonszülést opciónak, vagy hogy miért mondom így, hogy én féltem a kórháztól. Sok olyan történetet hallottam, ami bennem félelmet ültetett el a kórházzal kapcsolatban. Emellett tudom, hogy nagyon sok pozitív élmény is történik a kórházban, pozitív szülés élmény, és ezeket nem is akarom elvitatni, de bennem valahogy az volt az érzés, hogy a teljes biztonságot és a teljes ellazulást azt én úgy tudom megélni, hogyha hagynak engem a saját tempomban természetesen vajudni és szülni. Tudtam, vagy hát legalábbis sejtettem, hogy lehet, hogy hosszabb ideig fog tartani a vajudás nálam. Eltaláltam, a 30 óra az meglehetősen hosszú volt, de ettől nem féltem. Nem féltem a fájdalomtól sem, nem féltem attól sem, hogy sokáig fog tartani. Egyedül attól, hogy nem hagyják meg nekem ezt az időt, ami természetesen szükséges a testemnek, hogy ez a baba világra tudjon jönni. Tartottam a gátmetszéstől, a császártól, igazából mindent, az oxitocintól, mindent, amit esetleg úgy használnak, amikor ez nem indokolt. És ezt azért hangsúlyozom, mert hogy van, amikor a császármetszés egy életmentő műtét, van, amikor az oxitocin igenis szükséges ahhoz, hogy a kismama és a baba is egészségesek legyenek, és hogy meg tudjon történni ez a folyamat. De azért az esetek többségében nem azért zajlanak le ezek a beavatkozások a kórházban, mert szükséges, hanem azért, mert így gyorsabb, mert így kényelmesebb vagy, mert ez a bevett szokás. És szeretném végig hangsúlyozni, hogy a saját véleményemről, saját élményemről van szó most ebben a videóban, ami semmi esetre sem vonatkozik senki másra, ez nem ítélkezés más fölött, ez a saját megélésemnek az átadása, az én gondolataim, az én indokaim arra, hogy miért választottam ezt az utat, és hogy miért találom még most is életem egyik legjobb döntésének, hogy ezt választottam. Szóval, hogy bennem volt ez a sok félelem, bennem volt ez az aggály, hogy fog-e menni, fog-e sikerülni, és leginkább attól tartottam egyébként már így a vége fele, hogy kicsúszunk az időből, hogy esetleg túlhordás lesz, és hogy emiatt nem szülhetek otthon. Ehhez képest egy nappal a kiírt dátum előtt, amit kb. A bábáim sem hittek el, hogy ez így történik, akkor indult meg ugye a vajódás, és konkrétan a kiírt dátumra érkezett a baba. Csoda. Én számomra ez teljes értékben csoda volt, és egyáltalán nem számítottunk erre. Ahogy említettem, bábák, két bába kísérte a szülésemet, ők szülésznők, tehát végzett szülésznők. Azért ezt is fontosnak tartom kiemelni, mert hogy a bába szó az sokszor ilyen, nem tudom, valami kuruzsló asszonyok, akik kendőben járnak, meg szoknyában, valami ilyesmi elképzelés párosul sokaknak a fejében talán a bába szóhoz. Végzett szülésznőkről van szó, ugyanúgy szülésznők, mint akik a kórházban kísérik a szüléseket. Tehát a szakképzettségük megvan ahhoz, hogy ha bármi baj történik, akkor például ezt felismerjék. Ők azért vannak ott a szülésnél, hogy az segítség, hogy azt támogassák,
és hogyha kell, akkor pedig segítséget tudjanak hívni, hogy felismerjék azt, hogy mikor van szükség orvosi segítségre vagy orvosi beavatkozásra. Voltunk egy szülésfelkészítőn, a bábákkal, Ricsivel együtt vettünk részt ezen a szülésfelkészítőn, ami fantasztikus volt. Tehát, hogy engem itt erősítettek meg abban, hogy én ezt szeretném, ez az én utam. Mert hogy ezen a szülésfelkészítőn a legerősebb benyomásom az az őszinteség volt. Mert hogy nem csak arról tájékoztattak, hogy milyen az otthon szülés, mi történik ott, mi az ő szerepük ebben, hanem arról is, hogy hol vannak az ő határaik, mi az a pont, amin túl már orvosi segítségre van szükség, és ahol az ő kompetenciájuk véget ér, hogy mit foglal magába az ő kompetenciájuk, az ő szerepük, illetve egyébként a kórházi szülésről, a kórházi opciókról ugyanúgy tájékoztattak. Szóval, hogy beszéltünk a vizsgálatokról, amik ugye a várandóság alatt történnek, tehát nem csak maga a szülés volt, hanem a szülés előtti időszakról is nagyon sokat beszéltünk, a szülés alternatíváiról, hogy milyen forgatókönyvek vannak, és a szülés utánról, tehát magáról a gyermekágyról is. És rengeteg olyan info volt itt, amiről nem tudtam. Sőt, konkrétan olyan vizsgálatokról is kaptam plusz infókat, amin már túlestem, és amiket nem kaptam meg időközben, hanem így utólag tudtam meg még egy csomó részletet. Ez a tájékoztatás nagyon sokat jelentett nekem, nagyon erősen növelte a biztonságérzetemet úgy egészében a várandóságban, szóval, hogy úgy nem voltam már annyira tele félelmekkel, meg kérdésekkel, mert hogy nagyon sok kérdésemre kaptam választ, és megerősítettek engem nem is csak a szülést illetően, hogy hogyan szeretnék szülni, hanem úgy egészében az öntudatomban, hogy rendben, rendben leszek, jól leszek, meg tudom szülni a gyerekemet. Ez egy nagyon fontos mondat, hogy meg tudom szülni a gyerekemet, képes vagyok rá. Én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy valaki hogyan megy neki a szülésnek, hogy indul neki a vajudásnak. Hogy tele van félelmekkel, kétségekkel, hogy képes-e rá egyáltalán, vagy pedig érzi és tudja, hogy ő képes lesz erre. És ebben a mentális tudatban, vagy ebben a mentális állapotban indul neki a vajudásnak. És én nagyon-nagyon hálás vagyok, amiért ez utóbbi jellemzett engem, és elértem arra a pontra, hogy én nagyon izgatottan vártam a szülést, és nem féltem igazán a fájdalomtól, mert hogy abban bíztam, hogy meghitten, és nyugodtan, és biztonságérzetben, és háborítatlanul fog lezajlani az egész, és így meg fogok tudni küzdeni ezzel. Egyébként a mentális állapotról fogok majd a gyermekágyban is, gyermekágyas videóban is beszélni, mert hogy a gyermekágyra nem voltam ugyanannyira felkészülve mentálisan, mint a szülésre, és ez az élményben is érezhető volt, élménybeli különbségekben, mert hogy az én szülésem fantasztikus volt. És ezt őszintén mondom, hogy már ott, közvetlenül a szülés után, néhány órával is, ahogy visszagondoltam arra a 30 órára, már akkor nem a fájdalom volt a legerősebb emlékem, és az érzet, ami megvolt bennem, hanem a biztonságérzet és a meghittség. És a meghittség nagyon erősen. Mert hogy a szülésemnél összesen rajtam kívül 3 ember volt jelen, Ricsi és ugye a 2 bába. Nem fogom kronológiai sorrendben megpróbálni elmesélni így a szülést, igazából nem is célja ez a videónak, mert egy meglehetősen intim élményről van szó, de hogy néhány jellemzőjét szeretném kiemelni annak, ami bennem nagyon erősen megmaradt. Az egyik, és számomra talán az egyik legfontosabb az, hogy Ricsivel mi végig egységként voltunk jelen ebben a szülésben. Ez abszolút egy közös szülésélmény volt, és nem éreztem magam egyedül ebben a harcban, vagy ebben az útban egy pillanatig sem. Olyan stabilan állt ő mellettem, annyira ott volt velem, érzelmileg és fizikailag támogatott engem, amitől abszolút megvolt ez az egységélményem, hogy ezt mi most közösen csináljuk. És nagyon-nagyon jó volt, hogy a bábák ugyanígy kezeltek minket. Tehát nem úgy kezeltek, hogy itt vagyok én a szülőnő, és akkor mellesleg egy lábatlankodó férj, akit így néha félre terelgetnek, hanem abszolút egységként kezeltek ők is minket, és úgy is közelítettek hozzánk, illetve nagyon sokszor adtak nekünk a vajudás során is lehetőséget az intimitásra, meg valahogy így hagyták fizikailag is azt a távolságot, hogy így nem másztak folyamat az arcunkba, és figyeltek, és jártak körbe, és nem tudom, hanem egy picit engedtek távolságot, amikor éppen olyan időszak volt, hogy mondjuk, hogy lassabban haladt a vajudás, vagy volt, amikor vissza is lassult, és meghagyták nekünk azt az intim élményét ennek az egész szülésnek, ennek az egész vajudásnak, ami olyan fantasztikussá tette. És ezt úgy mondom, hogy fájt. Szóval nem, én nem azt próbálom itt elmesélni, hogy hogyan nem fájt az én szülésem 30 órán keresztül, mert baromira fájt.
Főleg a vége, a kitolás, ami nálam elhúzódó volt, tehát nem olyan volt, mint a filmekben. Nem kettőt nyomtam ki, a váltam kicsit, és kijött, hanem sac per kb., mert az időérzékem az már a kukában volt szerintem, vagy 15 óra után. Sac per kb. Az én kitolási szakaszom, az ilyen 3 óra volt nagyjából, amikor már kitolni próbáltam, és én nagyon sokáig nem találtam meg azt a poszt, meg azt a helyszínt, ahol ezt meg tudom tenni. És végül az utolsó egy óra volt olyan intenzitású, hogy ott már minden egyes ilyen nyomási ingerre, amik jöttek már elég intenzíven, elég gyakran egymás után, minden ingerre más poszt kerestem. És az volt a fantasztikus, hogy nem csak itt, hanem egész végig, egész 30 óra alatt támogattak engem abban, hogy azt a poszt találjam meg, ami tényleg az én testem számára a lehető legjobb, és amiben a leghatékonyabb tudok lenni. És amit el tudsz képzelni. Szóval, hogy a végén már tényleg úgy voltam, hogy most már én is éreztem, bábák is mondták, hogy most kapcsoljunk rá, most előre kell lépnünk ahhoz, hogy ez sikerüljön. És úgy voltam, hogy minden jöhet, tehát, hogy mindent megpróbáltam, amit el tudsz képzelni. Váltogattam egymás után, csak éppen kinyögve mondtam, hogy most mi jön, vagy hogy mi az, amit most meg szeretnék próbálni, és a többiek engem ebben úgy támogattak, tehát feltétel nélküli térkezés nélkül, anélkül, hogy irányítani próbáltak volna, segítettek, hogy fel tudjam venni a poszt, meg tudjam tartani, esetlegesen, hogyha az olyan volt, hogy segítség kellett. Ugye sokszor nem, de volt, ahol például egy lábamat a székre tettem, és akkor valaki megtartotta nekem a széket, hogy ne csúszson el, miközben jön az összehúzódás. Úgyhogy ez egy fantasztikus, támogatott szülés volt, és ez egy kísért szülés volt, nem egy vezetett, és ez egy nagyon fontos különbség számomra, mert hogy az is adta számomra a biztonságérzetet, hogy éreztem, hogy nálam van a kontroll, hogy nem utasítottak engem semmire, és nem történt semmi olyan, amiben ne adtam volna a beleegyezésemet, vagy amit ne szerettem volna én magam is. Nagyon fontos, hát részlet, de igazából nem részlet, még itt szerintem az, hogy hüvei vizsgálat az egész idő alatt összesen kétszer történt, és mind a kettő alkalommal úgy, hogy ez előre meg volt kvázi beszélve, tehát hogy a bába megkérdezte, hogy beleegyezem el, rendben van, nem mondtam, hogy igen, akkor lefeküdtem, és megvártuk, amíg az összehúzódás teljesen elmúlt, és én szóltam, hogy mikor mehet. És ez azért baromi fontos szerintem, mert hogy a hüvei vizsgálat is egy olyan része a szülésnek, ami tud fájdalmas, és tud megalázó, és tud olyan lenni, ami nagyon nem adekvát abban a helyzetben, és nagyon gátolhatja is akár a szülés folyamatát. És ehhez képest az a forma, amiben nálam megvalósult, ott éreztem, hogy nálam van még mindig a kontroll, és biztonságban éreztem magam, és nem éreztem azt, hogy rám erőltetnének valamit. Ebben az intim pillanatban, mert hogy ez egy teljesen kiszolgáltatott helyzet, hogy azért azt gondolom, magyarázni sem kell. Úgyhogy én ezért írtóhálás voltam, hogy ez a két alkalom is, amikor megtörtént, egyébként indokolt volt az elakadásoknál, amikor éreztük, hogy először nagyon beindult, úgy az összehúzódások egyre erősödtek, egyre gyakrabban jöttek, és aztán valami történt, és visszalassult. És főleg egy ilyen nagyobb elakadás vagy visszalassulás volt, amikor a bábák is mondták, hogy Karen, most úgy néz ki, kapsz egy szünetet, vagy kapsz egy pihenőt, menjetek, pihenjetek le, próbálj meg aludni, mind a ketten pihenjetek, próbáljatok aludni, úgyhogy mi akkor ledöltünk, ugye hát az összehúzódások között, ez nem olyan sok, de néhány perceket akkor aludtam, és energiát gyűjtöttem ahhoz, hogy bírjam erővel, mert egyébként ez egy nagy veszélye lehet a szülésnek, hogyha elfogy az energia, egész egyszerűen elfárad a nő. És ettől nem mondom, hogy tartottam, de tudatosan igyekeztem, hogy ez ne történhessen meg, és ezért igyekeztem elaludni két összehúzódás közt. Amúgy ennyi óra után már ezt kérni sem kellett, mert magától ment, már amint vége volt, kidőltem, és aludtam annyit, amennyit tudtam, és a következő összehúzódásra keltem fel. Vettünk Ricsivel egy ilyen felfújhatós gyerekmedencét, annak a jegyében, hogy ezt aztán majd ugye tudjuk használni később Nathannal is az udvaron, és itt is vajuttam két szakaszt. Az egyik, az pont egy ilyen elakadás rész volt, amikor már egy kicsit aludtunk bent az ágyon, amennyire lehet ezt, ilyen mikroalvások, és akkor mondtam aztán Ricsinek, ez amúgy az éjszaka közepén volt, mondtam Ricsinek, hogy menjünk a medencébe, próbáljuk meg, hogy hát, hogyha ez most segít, akkor túlendülni itt az elakadásomon, ami egyébként én azt gondolom, hogy abszolút lelki volt,
és van is elképzelésem, hogy mi miatt. Ez egy ilyen hosszabb, megoldandó dolog. Erre már így előre is egyébként számítottam, hogy ez okozhat majd gondot, okozhat elakadást. Ami csodálatos, hogy erről a bábákkal is tudtam már beszélni hamarabb, mert hogy velük abszolút benne van a lelki oldala is a szülésnek, mert hogy ezzel is foglalkoznak. És már a szülés előtt is volt két alkalom, amikor találkoztunk, és egy-egy órás alkalmak, és beszélgettünk, és az elképzeléseinkről, hogy hogy szeretnénk, mi történjen, félelmekről, Ricsi is ugyanúgy részt vett ezekben a beszélgetésekben, ő is mondhatta, hogy mi az, ami esetleg aggasztja, vagy mire számít a lelki oldalról, hogy lehetnek esetleges elakadások, mi miatt lehetnek elakadások, mik a nehézségek, amik itt most majd szóba jöhetnek, szóval, hogy abszolút így komplexen lett megközelítve ez a téma, és ez rettenetesen elmélyítette a bizalmamat a bábák irányába, mert hogy láttam, hogy figyelnek rám, és én érdeklem őket, szóval nem csak egy szülőnő vagyok nekik a sok közül, hanem konkrétan velem foglalkoztak, és velünk foglalkoztak egységként és családként. Úgyhogy teljesen csapongok, ne haragudj, ez mindig, ahogy jönnek így az emlékek, meg a gondolatok. Tökre nem tudom, hol voltam a szülés kapcsán, na mindegy. Ja igen, az éjszakai elakadás, amikor kijöttünk a medencébe, és Ricsi akkor hozta nekem ott a meleg vizet, meg melegítette fel a vizet, mert eltelt már pár óra. A bábák akkor pihentek, sötét volt, ilyen nyugodt pillanatok voltak, amikor szinte megállt az idő. Legalábbis ez volt az én érzésem. Itt is az volt, hogy aránylag sok idő telt el két összehúzódás közt, és közöttük én elaludtam. Szóval, ahogy ültem a medencében, ugye, egy hátra támaszkodva, és akkor elaludtam két összehúzódás közt, teljesen csend volt, és Ricsi ott ült mellettem a medence mellett. És emlékszem, hogy az egyik ilyen elalvásomnál, nem hátra dőlt a fejem, hanem előre, szóval így felkaptam, és körülnéztem, hogy mi történik körülöttem, tehát teljesen más tudatállapot volt már, és akkor csend, és nyugalom, és minden áll, és teljesen ilyen béke volt ott bent a szobában, és láttam, hogy a bábák is pihennek, és Ricsi ott ült a medence mellett, és nyitott szemmel, ébren, csak itt támaszkodott a térdeire, és figyelt. És ezt a momentumot leírtam Instán, és nem fogok sírni. Jó? Szóval ezt a pillanatot, ezt a képet leírtam Instán is egy posztba, mert hogy ez az egyik legerősebb élményem a szülésből, hogy amikor nehéz is, amikor már órák óta tart, Ricsi ott van mellettem, és támogat engem, és figyel, és nem hagy engem egyedül egy pillanatra sem, lelkileg sem, nem csak fizikailag. És aztán utólag kérdeztem őt, hogy miért nem aludt, mert hogy ez lett volna az az időszaka, amikor lehetett volna még energiát gyűjteni, meg aludni, és mondta, hogy nem szerette volna, hogy egyedül érezzem magam ebben az egész folyamatban. És ez a támogatás az, ami csodálatos volt a részéről, meg úgy egész végig egy szó nélkül, egy panasz nélkül támogatott engem lelkileg, fizikailag, mikor épp mire volt szükség, és ott volt mellettem, és amúgy nagyon sokszor volt, hogy itt nem is a lelki támogatás se úgy érst, hogy folyamatosan beszélni kellett hozzám, hogy ügyes, hogy jól csinálod, menni fog, hanem hogy egyáltalán a jelenléte, hogy éreztem, hogy ott van, és lélekben ott van velem, és ez sokszor teljes csendben történt, órákon át volt, hogy szerintem nem szólalt meg senki, hanem az egyetlen hang az én voltam, ahogy vajúttam, és egyébként mellesleg nem voltam egy halk vajúdó, ezt hozzá kell tenni, ezt sem tudom, hogy kórházban mennyire tolerálták volna így, de itthon szerencsére teljesen meg tudtam élni, és teljesen magamba tudtam fordulni az összehúzódásokkor, és ezt jól értsd, nem magamba fordulni, mint hogy depressziós lettem, hanem úgy magamba fordulni, hogy teljes mértékben megélni azt, ami bent történik, és ilyenkor abszolút nem éreztem semmit a külvilágból, csukva is volt a szemem, szóval nem is láttam, de nem is hallottam, nem is figyeltem semmi, mint hogyha önmagamba úgy beszálltam volna így lelkileg. Lehet, hogy teljesen hülyeségnek hangzik, amiket mondok, de valahogy próbálom leírni, hogy mi volt a megélésem akkor. És az, hogy ez ilyen zavartalanul történhetett egyébként, ez a környezetemnek is köszönhető volt, Ricsinek és a bábáknak, akik például olyanokra is odafigyeltek, hogy amikor összehúzódásaim voltak, nem beszéltek. Tehát, hogy akkor csönd volt.
hogy ne zavarjon, meg ne zökkentsen ki, vagy ne fordítsa semmi sem kívülre a figyelmemet, a belső figyelemtől ne vonják el a figyelmem. Tehát szóval mondtam, hogy figyelem, mindegy. És a másik a fények, amire szintén odafigyeltek, hogy ne legyenek erős fények, tehát hogy a fenti csillárokat nem nyitottuk fel egyáltalán így az éjszaka folyamán, hanem az ilyen lámpák voltak felnyitva, és hogy ne világítsanak a szemembe, tehát hogy meglegyen ez a természetes folyamata így az éjszakának, és ne legyen az a mesterséges érzés, és ez mind nagyon nagy segítség volt. A bábák szerepét azt azért is így igyekeztem hangsúlyozni, mert hogy bár a szakmai tudásuk az ugyanúgy megvan, mint azoknak a szülésznőknek, ugye, akik kórházban kísérnek, de a hozzáállásuk, a bábai szemlélet, az teljes mértékben más. Nagyon erősen központban van itt a szülőnő, és a háborítatlanság egy nagyon fontos jelszava ennek az egésznek. Hogyha nem muszáj, akkor ne történjen beavatkozás. A baba szívhangját egyébként, meg az én pulzusomat is, az folyamatosan, rendszeresen mérve volt, és ehhez is annyira jó volt, hogy még ehhez sem kellett semmit csinálnom, mert hogy nem rám kötöttek valamit, hanem egy ilyen hordozható műszerrel mérték a babának a szívhangját is, amihez még poszt sem kellett változtatnom. Tehát, hogy én persze mindig automatikusan odafordultam, de mindig mondták, hogy maradj nyugodtan úgy, ahogy vagy, nem kell semmit csinálnod, nyugodtan maradjatok, és akkor ők igazodtak kvázi hozzánk, ami egy... Ez egy fantasztikus élmény volt tényleg, meg annyira hálás voltam azért, hogy ők ezt így tekintették, és amit még nem mondtam, és ami szintén számomra egy brutálisan fontos tényező volt, hogy hittek bennem. Ők hittek bennem, és abban, hogy képes vagyok rá, a legelejétől fogva, mikor még nem is ismertük egymást, amikor először hívtam a bábámat telefonon, és mondtam neki, még így félig meddig bizonytalanul, hogy azért szeretnék otthon szülni, mert én úgy gondolom, hogy képes vagyok megszülni a gyermekemet anélkül, hogy beavatkoznának, vagy hogy rá segítenének. És ő nagyon határozottan rávágta, hogy persze, hogy képes vagy rá. Ez nem is kérdés, persze, hogy képes vagy rá. És így álltak hozzám az első pillanattól fogva, és ők így állnak mindenkihez az első pillanattól fogva. És ez a bizalom és ez a hit lehet, hogy apróságnak tűnik, nagyon sok erőt ad. Ez, hogy számomra ez egy nagyon pozitív élmény volt, mert hogy még amellett is, hogy ugye ott van a fájdalom, amire egyébként ami nem meglepetés, tehát ugye azért nem is akarom túlhangsúlyozni, hogy mennyire fáj, meg hogy a kitolás mennyire fáj, nagyon fáj. Azért nem akarom túlhangsúlyozni, mert ez egy szülés, ez nem nyaralni mentem és fájt, mert akkor azt nem így mesélném valószínűleg, hanem szültem, és akkor tudtam, hogy szülni fogok, és fájni fog. Úgyhogy erre a részére azt hiszem, hogy azért fel lehet nagyjából készülni mentálisan, még hogyha nem is arra a mértékre, ami aztán jön, de hogy nem egy meglepetés ez, és azért nem is akarom nagyon ezt így felnagyítani, vagy túlhájpolni. A megszületés után, ami még nagyon fontos, hogy miután Netán megszületett, egyből rám tették, amint kitisztították a légutait, ez azt hiszem néhány másodperc volt, ez Ricsi utólag mesélte így egyébként, mert itt én nem annyira fogtam fel, hogy így mi történik. A megszületés pillanatában Ricsi is ott volt közvetlen, ugye én meg a két bába, tehát hogy így nagyon egy kis körben történt az egész, már reggel 8 óra volt, és ugye rám tették őt, még ott, ahol megszületett, ott maradtunk még valameddig, időérzék nulla, mondom, úgyhogy nem tudok most így nagyon mondani konkrétumokat. Ott volt rajtam Natán, és Ricsi hátulról ölelt át, és volt ott valamennyi időnk, amikor a bábák rakottak, nem tudom, szóval, hogy teljes mértékben mi voltunk ott magunkban. És aztán jöttek ugye, hogy vagy előtte, vagy utána, na mindegy, ezt nem tudom a sorrendiséget, de akkor ott volt a köldök zsinórnak is az elkötése, a bábák elkötik, és Ricsi vágta el. Én nagyon örültem neki, hogy a bábai szemlélet szerint a köldökzsinort nem a legközelebb vágják el a hashoz, amennyire csak lehetséges, hanem ott vágják el, ahonnan teljesen megszűnik ugye a pulzálás, illetve hogy megvárják, amíg teljesen megszűnik a pulzálás, és így a vér vissza tud áramolni a babának a vére, ugye a mérlepényből a babába. És miután ez is megtörtént, tehát a köldökzsinór elvágása, és én szóltam, amikor készen álltam rá, hogy akkor felálljunk és átmenjünk az ágyba, és átsegítettek akkor engem, Ricsi vitte át a babát, és akkor a két bába pedig engem két oldalról fogva segített átmenni. Ugye nem kell mondanom, hogy ez nem az a pillanat, amikor a legfittebb az ember, de akkor annyira így erre nem figyeltem, vagy nem is tudom, szóval, hogy nagyon nagy volt azért az öröm mégiscsak, hogy megszületett a fiunk.
átfeküdtünk az ágyba, és ezután még következik a mélylepénynek a megszülése, amiről én tök sokáig nem is tudtam egyébként, ezt így 20-as éveimben tudtam meg, hogy van mélylepény, és hogy ezt meg kell szülni. És azt kell mondjam, tökre furán fog hangzani, vállalom, hogy nekem a mélylepény megszülése kellemetlenebb volt, mint a babának a megszülése. Nem fájdalmasabb, kellemetlenebb. Mert a babának a megszülése alatt nagyon sok erő koncentrálódott bennem, és mindent beleadtam, és tényleg, tehát, hogy ordítottam, úgy izzadtam, mint még életemben soha. Amikor megszületik a baba, akkor az volt az érzésem, hogy végre, kész, megvan. És ezután még nyomni, hogy kijöjjön, meg hogy még érezni a fájásokat, nem volt kedvem, őszintén szólva. Szóval ezért érintett kellemetlenebbül, mert akkor kijött rajtam a fáradtság. És már úgy éreztem, hogy már megvan a lényeg, tudod, és akkor ne kelljen még. Úgyhogy valahogy emiatt az érzés miatt ez egy kellemetlen része volt, de ott is tökre türelmes volt velem. A bába először kérdezte, hogy jön-e már a fájás, mert ugye ide is még jön egy fájás, ami segít ezt kinyomni. És jött, de úgy halvány volt, meg nem is bírtam úgy nyomni, úgyhogy mondta, hogy jó, még akkor várjunk, akkor az első szoptatást itt akkor véghez vittük, amiben szintén segített a bába, hatalmas hála, amiért segítettek, nem csak itt amúgy, hanem utána is segítettek elindulni így a szoptatásban, és emiatt is mondhatom talán azt, hogy szerintem aránylag könnyű dolgom volt a szoptatással, meg van, meg hogy segítettek abban, hogy ez tényleg egy problémamentes dolog legyen, és jól működjön. És persze attól még, hogy elinduljon a tej, meg hogy megtanuljunk, én megtanuljak szoptatni, a baba megtanuljon szopni, ugye az volt egy folyamat, majd erről is mesélek a gyermekágy résznél, de hogy sikerült, és nekem ez volt a lényeg igazából. Tehát, hogy az első merretétel után, akkor már jöttek erősebben annak a hatására, hogy szopizott a baba, ugye a méhem reagált is erre, és jöttek erősebben az összehúzódások, és akkor már megszületett a méhlepény is. Szintén egy fontos dolog volt számomra, hogy miután megtisztították, ellenőrizték, vizsgálat, minden megtörtént, akkor megnézhettük, hogy néz ki, és meg is, el is magyarázta a bába nekünk, hogy volt ez bent, minek mi a szerepe, melyik hova nézett, melyik oldalra, mi volt ugye a én hozzám csatlakozva, mi volt az, ami a baba felé nézett, tehát hogy így egy kicsit megismerhettem ezt a szervet, ami 9 hónapon át táplálta rajtam keresztül a babámat, és ezután még ugye a babának ugye a lemérése, meg hasonlók megtörténtek, minden egyébként ott velünk egy szobában, Ricsi volt az, aki odavitte a mérlegünkhöz, végig jelen, én feküdtem, hogy nekem az úgy okés volt akkor ott, és az egész annyira bensőségesen történt, és az is csodálatos volt, és ezt most még így azért ide csapom a szüléshez, mert igaz, hogy ez már ugye aztán a gyermekágyi időszak, de alapesetben ugye a kórházban történnének az első napok, itt pedig otthon, és nekem ez nagyon-nagyon jó volt. Én nagyon, nagyon jól éreztem magam, amiért a saját otthoni közegünkben, a saját ágyunkban lehettünk, és itt kezdhettem el gyógyulni, és egyébként szintén a rendelet szabályozza, hogy a bábák is még visszajönnek, aznap is még egyszer visszajöttek, ellenőrizni, hogy minden oké-e, meg elvitték még így a maradék cuccaikat. Második nap jött a védőnő is, vizsgálat, ellenőrzés, minden. Szóval, hogy tehát nem vagyunk magunkra hagyva attól függetlenül, hogy otthon szülés, illetve 24 órán belül kell vinni a babát gyermekorvoshoz, vagy pedig a gyermekorvos jön ki. Esetünkben Ricsi vitte másnap korán reggel Natant, és akkor ott is a babát is ellenőrzik. Tehát, hogy a biztonságérzet ugyanúgy megvan, ugyanúgy megvannak a szükséges vizsgálatok, és biztosítják azt, hogy minden rendben legyen, illetve ugye folyamatos telefonos elérhetőségben voltak a bábák is. Tehát, hogyha bármi esős történik, akkor azonnal tudtam őket hívni. Hívtam őket minden nap az elején egyébként, de nem egészségügyi aggodalmak miatt, hanem kérdéseim voltak, sok. Tehát, hogy akár a szoptatást illetően, a saját mozgásom, nem tudom, tehát, hogy annyi minden volt tényleg, ami kérdés felmerült bennem, de nagyon rendesek voltak, mindig türelmesen válaszoltak, pedig volt, hogy este hívtam. Még egy hát kicsit tabu, kicsit kényes téma, de szerintem erről kell beszélni amúgy, mert
Nagyon, nagyon sok mindenről nem tudtam volna én sem, hogyha nem lett volna néhány ember, aki felvállalja, hogy online beszél ezekről a dolgokról. A Méhlepény az egyik ilyen volt, amit így online tudtam meg, egy tartalomkészítőtől, hogy van, meg hogy hogy néz ki, meg mit csinál. A másik ugye a gátmetszés, gátrepedés kérdése. Na most nekem volt gátrepedésem, ugyanis Nathan poénosnak tartotta, hogy úgy jöjjön a világra, hogy az egyik keze fel volt emelve a vállához. Ja, na most ez nem csak, hogy nem hangzik jól, de így kitolás szempontjából annyira nem is jó. Ezt nem lehetett volna megúszni gátrepedés nélkül, de egyébként a bábát mindent megtettek a gátvédelem érdekében, meg nyilván ugye a gátvédelem része már az is, hogy meg volt hagyva az idő, hogy a testem maga készüljön fel a kitolásra, illetve hogy olyan pózban tudjak kitolni, ami segíti ezt a kitolást, illetve azt, hogy ne történjen sérülés, és ugye a háton fekve az nem az a póz. Szóval, hogy önmagában már ez is a gátvédelem része, és akkor még konkrétan gátolajjal is igyekeztek megvédeni a gátamat, de hogy ezt ők is látták, meg én is mondtam, hogy nyilván, tehát, hogy feltett kézzel jön, nem tudom, plusz 1 centi vagy 2 centi is rengeteget számít, úgyhogy ezt nem lehetett megúszni. A jó hír az, vagy jó hír, vagy nem tudom, hogy jó híre nekem az volt, mert hogy én ettől azért féltem, hogy milyen érzés az, amikor elreped a bőröd. Ez nem hangzik jól, ugye? Nem. És akkor én ettől azért féltem, hogyha ez megtörténik, akkor ez fájni fog. Na most a kitolás önmagában annyira fájt, hogy én nem éreztem, amikor megtörtént a gátrepedés, ezt utólag mondták nekem, és utána sem éreztem így a sebet különösebben, és amiben én sejtem a különbséget a gátmetszés és a gátrepedés közt, az az volt, hogy aznap még 2 alkalommal mondjuk csípett a pisi, és igen, azt most így mondom kendőzetlenül, és utána már nem. Szóval, hogy én ugye figyeltem a lábaimat, együtt tartottam, egy 10 napon keresztül erre nagyon odafigyeltem, én amúgy így lazán meg is kötöttem magamnak a térdeimet egy kendővel, hogy ne véletlenül reflexből ne nyissam szét a lábaim, és szerintem brutál gyorsan meggyógyult a gátsebem, úgy, hogy semmi nyoma nem maradt fájdalommentesen. És inkább későbbiekben volt, hogyha esetleg úgy megterheltem a gátamat, hogy volt még kellemetlenség, de ezen is lehetett segíteni, meg ez így pár nap volt, amikor úgy, azt sem mondanám, hogy fájt, de hogy úgy éreztem. De hogy nagyon gyorsan, szerintem nagyon könnyen gyógyult meg, és tényleg nyom nélkül, és visszamaradott problémák, nehézségek nélkül. De nem szeretném hozzákeverni a szüléshez, mert maga a szülés az életem egyik legcsodálatosabb élménye volt. Köszi szépen, hogy itt voltál. Amire számíthatsz, hogy most még a következő egy néhány videó ebben a témában fog készülni, nem feltétlen szülés, de hogy így a gyerek témánál maradva, nem kell megijedned, az egész csatorna nem fog átalakulni babom a csatornává, viszont most ez foglalkoztat engem, ez tölti ki a napjaimat, és ez az, amiről most leginkább lélekből tudok és szeretnék beszélni, még nem szeretnék eltérni más témákhoz, még nem szeretnék mással foglalkozni, de majd hamarosan. Szóval most még egyelőre így feldolgozok néhány ezzel kapcsolatos videót, és aztán meg fene tudja, mi fog jönni, de valami mindig jött azért eddig is magától úgy alakult a csatornának az útja, annak függvényében, hogy éppen mi állt az érdeklődésem középpontjában, úgyhogy hát én ezt is izgatottan várom, meg a következő alkalmat is, amikor találkozunk, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, megyek a babámhoz. Remélem, hogy nem sokára újra találkozunk. Hello, hello! Hihi, te iszki!